A kórus 1972-ben alakult Mözsön, 20 fővel. Csak azért alakultunk és azért verődtünk össze, mert szerettünk énekelni, és az akkori falusi ünnepségeket szerettük volna egy kicsit hangulatosabbá, és egy kicsit vidámabbá, szebbé tenni. Na most ebből a 20 fős kis csapatból tulajdonképpen már egy 40 fős kórus lett, aminek szívből örülünk mi is, örülnek mások is, mert rendkívül nehéz fiatalokat elcsábítani ahhoz, hogy énekeljenek, rendszeresen próbára járjanak, és az szerepléseken is helytálljanak. Retteltesen szeretem azt, amit csinálok. Nagyon élvezem, amikor egy műsor jól sikerül, és nagyon örülök annak, amikor egy fiatal jelentkezik, és eljön hozzánk énekelni. Mert tudom, hogy ő tovább fogja adni a családjában, az ő gyerekeinek, vagy majd később az unokáinak, mint ahogy nálunk is van erre példa, hogy énekel közöttünk az anyuka is, meg a lánya is. A kórus alakulása egy nagyon pozitív, szép dolog volt, mert rengeteget jártunk szerepelni, megismerkedtünk a szomszéd település énekkaraival. Aztán, ahogy fejlődött a kórus, ahogy múltak az évek, ahogy mindig többet és többet próbáltunk Kodály Bartók nyomában haladni, úgy mindig úgy érzem, hogy mindig jobban sikerültek a szerepléseink. Ez bizonyítja az is, hogy a 35 év alatt, ami nem kis idő, az idő alatt bejártuk szinte egész Európát. Amire legbüszkébbek vagyunk, és aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy a pápai fogadáson énekelhetett a Mözsi Bartók Béla Nőikar, pápa külön köszöntötte rajtunk keresztül a magyar népet, és ez egy nagy lendületet és erőt adott a továbbiakhoz, a kórusnak. Kezdetben a repertoárunk népdalokból, ilyen különböző társadalmi ünnepekre szerkesztett, komponált dalokból állt. Később aztán jöttek a madrigálok, és a kórus fejlődésével egyre inkább nagyobb formátumú kórusművek megtanulására is sor kerülhetett, amelyek hát a mai napig megállják a helyüket, és mind a mai napig a kórus repertoárián szerepelnek. A magyar és az egyetemes kóruskultúra valamennyi stílus korszakából énekelünk szép, közkedvelt dalokat, és úgy érezzük, hogy ezek mindig olyan közönségdalok. Tehát ennyire változott az elmúlt időszakhoz képest a mostani, és tulajdonképpen mai napig a nagyobb formátumú kórusművek, magyar és külföldi, tehát az egyetemes kultúrából is vannak, de igazán jobban szeretjük a magyar. Bartók, Kodály, Bárdos Lajostól nagyon sok darabot megtanulunk, rendszeres résztvevői vagyunk a bárdos hangversenyeknek, akár megyei szinten, akár országos szinten. Nem az 1972. novemberi első próbán voltam ott, hanem talán a harmadikon. Tehát mondhatom, hogy alapító tagnak számítok én is. Hát nagyon sok, tényleg ez alatt a 35 év alatt Európa számos országát bejártuk, és rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Talán az első nagy utazásunk Erdély körutazás, az volt valamennyiünk számára nagyon megható. Rengeteg barátot gyűjtöttünk külföldről, Németországból, Hollandiából, Belgiumból, tehát tulajdonképpen sok-sok olyan barátunk van, például ma itt lévő lengyel kórus, akikkel nagyon szívesen dolgozunk együtt.